A hét idegen légióssal további két honosított, illetve tapasztalt magyar játékosokkal felálló Somogy megyeieket meglepte az egriek tudatos és türelmes játéka. Az első félidőt 15-13-ra nyerte az Eger. Fordulás után a szokásos hullámvölgyekből háromszor is felállt a pirosmezes hazai csapat, sőt, a hajrában többször is vezettek 5 találattal. A kiállításoknál 3 üres kapus gól is belefért ekkor az egrieknek, még a kapus Cvetkovszki is betalált az egyre pontatlanabbul játszó vendégek kapujába. A 9 gólig jutó Bernatonis megállíthatatlan volt, de Füzi is sokszor megoldhatatlan feladat elé állította a csurgói védelmet. Fél perccel a vége előtt Tóth Rajmond találatánál 30-28 volt az Egernek. Hadzsi Omerovics még szépített, de ez nem ért pontot a vendégeknek. 30-29-re nyert az SBS Eger. Aminek nagyon örülök, hogy taktikailag sikerült belőlük felkészülni, és ami fontos, hogy végre is tudtuk hajtani. Tehát olyan labdákat szereztünk, a második félidőt úgy hoztuk le, hogy egy védésünk volt. És úgy hoztuk le egy ilyen csapat ellen, hogy annyi labdát tudtunk szerezni, annyi kontragól, támadásból olyan megoldásokat tudtunk lejátszani, amikre készültünk, és egy nagy csapatot csak így lehet leverni. Az immár 9 pontos SBS Eger a 7. helyen áll, és ugyanannyi pontja van, mint a most legyőzött csurgónak. Én úgy éreztem, hogy a csapat nagyon dekoncentrált volt védekezésbe, tehát nem tudtuk azokat a megállító faltokat csinálni, amiket megbeszéltünk a hét során. Ennyi volt a problémánk igazából, illetve sok lerohanásgót kaptunk az első félidőben. Az egriek legközelebb november 22-én a Ferencvárost fogadják a bajnokságban. Előtte azonban szerdán, Liga Kupa mérkőzésen az NB1-es Balassagyarmat vendége lesz a csapat.